Most már azért félek egy kicsit. Inkább az, hogy az ismeretlentől félek. Mindenki azt mondta, hogy sárkányosodni fogsz. Semmi sárkányosodás nincsen. Csaba már minden nap már szülünk, akárhányszor hívtam, szülünk. Hosszabban egy picit, gyerünk még! Ez most van. Ez itt kérem a Jam Show Band. A zenekarvezető Csaba. Az énekesnő, aki nem sokára szülési szabadságra megy, Zsuzsa! És mi meglepő, ők egy pár, nem sokára összeházasodnak, és kislányuk születik. Ma egy igazán felhőtlen, nehézkes hepehupák és ácsült éjszakák nélküli szerelmes filmet nézhetnek. Zsuzsa és Csaba története következik. A helyszín Székesfehérvár egy apró próbaterem, ahol a pár parti zenekara játszik. Matko Zsuzsa, aki egyébként közgazdász és egy multinál dolgozik, még főiskolás és amatőr énekesnő volt, amikor a civilben irodaműszerész, egyébként meg zenekarvezető Csaba felhívta, mert új lányt keresett a bandájába. Hát így kezdődött az egész. Akkor még mindketten mással éltek, de évekig együtt zenéltek. Rendezvényeken főleg esküvőkön léptek fel. Aztán hirtelen 2 évre külföldre ment, majd amikor hazatért, hirtelen Gellert kapott a kapcsolatuk. Nagy szerelem lett a közös fellépésekből. Sokáig beszélgettünk, meg próbáltunk, aztán a kollektíva erre összekovácsolt minket. De szépen mondod. Igyekszem. De akkor te már kerülgetted egy ideje? Vagy úgy gondoltad, hogy hú, de jó csaj, de hát mindegy, van neki valakiért. Persze, hogy kerülgettem, de én abban az időben egyébként mindenkit kerülgettem. Tehát azért, bocsánat, hogy ezt így elmondom, de tényleg így volt. De ő mindig egy olyan pont volt az életemben, hogy hát nem tudtam meg. Szerezni olyan könnyedén, meg mit tudom én, tehát udvarolgatni kellett neki. Amúgy mindig a gitárosok nyúlják az énekes csaj, tehát ez így van. Aha. Ez így van, úgyhogy figyelek. meg hát Csaba ő olyan is volt, hogy hát gitáros, meg motorozik, meg tehát ő ilyen kapos is volt. Igen, a csajozáshoz egy gityó az mindig jól jön, igen. Nem így a... Meg a motor is. Igen, ez a kettő nem. Kellett igazából. Csak az anyósok nem szeretik az ilyen pasikát. Hát igen, mikor először az a vittem apukám, emlékszem, hogy így ráncolta a homlokát, és akkor utána felvilágosítottam, hogy ezért Csaba ő egy dolgozó, és most meg már komoly ember, és igen. A komoly, copfos férfi pedig most arra készül, hogy feleségül veszi Zsuzsit, aki a 8. hónapban van. Zsuzsa most a várandossága vége felé visszavett a tempóból, átadta a stafétabotot az új énekesnőnek, de nem kérdés, a hasában igazi rock'n'roll bébi növekszik, aki anyával együtt zumba órákra is jár. Zsuzsa korábban oktató volt, de most nagy hassal már csak könnyített programot nyom az edzéseken. Ez a könnyített program. Az állandóan pörgő, nevetős, életigenlő Zsuzsa és a blazírt, laza, de kicsit zárkozottabb Csaba szerelme, hogy úgy mondjam, kiteljesedett. Itt Székesfehérvár mellett Soron egy szép házban élnek. Zsuzsi innen ingázik hetente többször Budapestre a munkahelyére még egy ideig. De a menedzseri munkát hamarosan egy jó időre abba hagyja, csak úgy, mint a koncertezést és a zumbát, mert kizárólag a családjára szeretne koncentrálni. Szóval náluk minden úgy alakult, ahogy az a nagykönyvben megvan írva. Mondjuk úgy simán mentek a dolgok. De komolyan, tehát nem voltak átsírt éjszakáim, mint eddig. Nem, tényleg úgy simán mentek a dolgok. Igen, ez a, tehát a baba is. Úgy voltunk, hogy ugye már szó volt az esküvőről, és akkor úgy döntöttünk, hogy hát hagyjuk a természetet
járni a maga útján, nem görcsöltünk, nem naptáraztunk, semmit nem csináltunk, csak... Hát ez az, hogy semmit nem csináltunk, mégis legy gyerek. Hát annyit csináltunk csak, hogy hagytuk, hogy a természet menjen a maga útján, és tehát emiatt nyilván benne volt a pakliban, de mégis mikor pozitív lett a teszt, akkor ez a... És Csaba savasokat kapott. Két napig nem tudott megszólalni. Mutatott egy ilyen pálcikát, tudod, na mit szólsz hozzá? Hát, és volt rajta két csík, mondom. Ajaj. Azt mondja, Filctől oda rajzoltad, mi ez? Mondom, nem. Na és mi lesz a te kis életeddel, ahogy te fogalmaztál? Hát, az még. Majd, amíg után megvan a gyerkőc, akkor majd ez kialakul. Nem, hát annyira nem vagyok ám ráfeszülve erre az egész, tehát minden barátom, akinek már van egy-kettő gyereke, mindegyik túléli. Vagy éppen élvezi. Amúgy mindenki azt mondta, a legjobb dolog. Engem mindenki azon nyugtatott, hogy nyugi Csabi, amíg nem születik meg, addig még így fogsz érezni, hogy új mi lesz, de amikor megszületik, akkor már egészen más lesz, nagy lesz az öröm, és mi egyéb, úgyhogy várjuk. Várják a babát, egy kislányt. Zsuzsi méről jövő optimizmussal tekint az anyaságra. Mindenki azt mondta, hogy sárkányosodni fogsz. Semmi sárkányosodás nincsen. Teljesen, hétköznapi budi. Sőt, szerintem a Csaba örül, mert ő igazából azt mondta, hogy én pozitív irányba változtam, mert bennem ugye nagyon megy ez a fészekrakó ösztön, és például sokkal többet főzök, és ő ezt nagyon-nagyon sütök, főzök. Egy valami miatt szorong kicsit, és az a szülés, hisz ez lesz az első, és nehezen tudja elképzelni, hogy milyen lesz, hogy viseli majd a fájdalmat, és egyáltalán mi történik majd a szülőszobában. Most már azért félek egy kicsit. Mit most már? Hát az, hogy ismeretlen, hogy nyilván a fájdalom, mindenki a fájdalmat emeli azért ki, de utána mindenki azt is meséli, hogy utána meg ez mind elmúlik, és hogy mennyire jó, és hát ugye sokan túlélték már a szülést, és sőt, többször is bevállalják, úgyhogy úgy gondolom, hogy én is ezt meg fogom tudni csinálni. Inkább az, hogy az ismeretlentől félek egy kicsit, de már nagyon sok mindent néztem, milyeneket néztem, a műsorodat, az előző szériát, hogy mindegyiket végignéztem az összes szülést, és hát úgy kicsit össze is szorul a gyomrom, de aztán meg mindig sírok a végén, mert annyira jó, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom, hogy meg, hogy találkozhassak a kislányunkkal. Megegyeztünk, hogyha elszakad nála a cérna, vagy bármi, akkor nyugodtan mondhatja, hogy Zsuzsoka, most nekem kell egy kis idő, és akkor kimegy. Szerintem én akkor már nem fog érdekelni egy idő után, valószínűleg már kész leszek. Na, egyébként szerintem bent leszek ám végig csak. De megegyeztünk, hogy ebből nem lesz konfliktust. Ha nem bírja, akkor én nem akarom, hogy ott szenvedjen, mert az nekem se jó. De a szülés előtt még vár rájuk a nagy esemény, az esküvő, amire nem volt könnyű rávenni Csabát. Nem, hát én nem akartam ezt az esküvővel járó herce-húrcát, a szervezkedést, a zenekarokat oda hívni, honnan szerzünk zenekart. Úgyis én szerveztem ugye volna a legnagyobb részét, úgyis most én szervezem. Tökéletesen megtette volna azt, hogy bemegyünk, igen, gyűrű, és hazajövünk. De hát mindig a nő győz. Igen, ez egyébként, ez most kompromisszum, amit csináltunk, ugye? Uh-huh. Ez kompromisszum, ez tényleg. Tehát, hogy van valami, de nem ez a nagy őrület. Ez pedig már az esküvői ruhapróba napja. Zsuzsa szüleinek székesfehérvári házába az a hölgy érkezik, aki szintén pocakosan ment férjhez, tőle akarja Zsuzsi megvenni a ruháját. Csabának most el kell menni. Igen. Mert én a fölpróbálom. Én most már indulok, mert ezt a ruhapróbát nem láthatom. De ennek van jelentősége egyébként? Nem, hiszen babona. Nem annyira, csak babona. Hello. Csaba tehát távozik, de itt van Zsuzsi nővére a férjével, a két gyerekükkel és az anyai nagyszülők. Ők lesznek az esküvői ruhai ítészei. Elmentem nagy-nagyival ruhát próbálni, hogy majd ilyen szalomban hű, de jól veszek valami ruhát. Most volt kettő fajta ruha, ami ugye rám így jó lett volna, és akkor így közölték, hogy akkor a háromnapos kölcsönzés 100 000 forint, akkor így... Kölcsönzés 100 000 forint? A szemben. Igen. És akkor esküszöm majdnem elcsábultam, mert találtam egy nagyon-nagyon szép ruhát, és fölhívtam Csabát. Csaba kiakadt a telefonba, hogy...
És akkor úgy lemondtam róla, de aztán örültem is. A kismama az interneten kezdett keresgélni, és úgy tűnik megtalálta a számára megfelelő várandós menyasszonyi ruhát. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt megpróbálom. Egyébként érdekes, hogy régen, mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt akár, szégyen volt várandósan férhez menni. Az, a megyesett lát. Ma már ez tök normális. Teljesen. Meg régen ugye takarták, meg minden. Most meg nekem igazából az összes ruhám most is olyan, hogy én szeretem ezeket a kis ilyen ruhákat, hogy hát én büszke vagyok a pocakomra. Ez egy kicsit most nagyrend. Nagy. Mindjárt felpróbálom a másik alternatívát is, jó? És jó, akkor... Igen, van még egy. Van még egy, amit én hoztam. És akkor majd ti fogtok szavazni. Igen? Nekem is van szavazati joga? Igen, igen. Abszolút. Azért ezt már meglettem korábban. Csak gondoltam, hogy ez esküvő is. Ez ilyen... Igen, nézd meg. Ez teljesen más stílus. Uh-huh. Csak még én sem tudom, hogy melyiket akarom. Tehát ez egy ne ilyen viccelj, kis... Ez hogy jön rád? Hát ez tök jó nyúlós, de igen, és még ez pont, a, venni, pont az egyik combomra jó. Na, hát ebben jobban látszik. Ez szexisebb, mondjuk. Hát ez a másik, ez teljesen más stílus, hát nyilván még nagyobb leszek valamennyivel, de ez így elég jól nyúlik. És akkor én ezt a szalagot tisztelén álmodtam rá. Nem tetszik? Jobb a másik. Van ahova ez jó, van ahova ez jó, de ez az esküvőre nem. Na, én az elsőre, hosszúra szavazok. Férfiak? Csabára. Igen? Én is szavazzak? Én is a hosszúra. A döntés tehát megszületett. Az anya kisebbik lánya is férjhez megy. Látom már most? Elég székeny, még nincs is itt az esküvő. Hát ilyen vagyok. Örömömbe bánatomba szívok. De inkább örömömbe is. Szóval ilyen vagyok, mit csináljak, boldog vagyok. Elérkezett a nagy nap. Először is fotózkodni kell. Csaba homlokán az elmaradhatatlan napszemüveggel kisé feszeng, de aláveti magát asszonykája kérésének, így hát különböző romantikus pózokba áll. Jobbra? Jó. Alig egy órával később a két tanú, Zsuzsa és Csaba öccsét követve az anyakönyvvezető elé vonul az ifjú pár. Kíván-e ön Matko Zsuzsanna az itt jelenlévő Regnár Csabával házasságot kötni? Igen. Kíván-e ön Regnár Csaba az itt jelenlévő Matko Zsuzsannával házasságot kötni? Igen. Helyes. Az előttem és a jelenlévő tanúk előttet egybehangzó kijelentésük alapján megállapítottam, hogy önök Magyarország polgári törvénykönyve értelmében házastársak. Love and marriage, love and marriage. Go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Néhány nap múlva a friss házaspár a legnagyobb egyetértésben fúr. Közös erővel csinosítják a házat. Apa fúr. Már az idegroham kerülgeti, de mindjárt kész. Jaj, de
szép lesz. Még a szülés előtti utolsó koncerten Zsuzsi kiénekli magát, aztán jöhet a Baba Város pihi. Stresszes napunk van. Dodoka? Ott egy hal. Halat ugyan nem fogtak, de élvezték az életet, és ez a lényeg. Tűz! Néhány nap múlva Zsuzsi reggeli telefonos riasztása után indulunk Székesfehérvárra, míg odaérünk, Csaba rögzíti a történéseket. Van, én úgy képzeltem, hogy így indul, de meg lehet, hogy jobban beturbul. Nem mondom, hogy nem. De eddig elviselhető. 5 perces fájások körülbelül. Jól haladunk. Bevallom, kissé ellazáztuk a dolgot. Mivel első szülőről van szó, azt gondoltam, hely ráérünk arra még, de kiderült, Zsuzsa nagyon gyors tempóban vajódik, úgyhogy sietnünk kell, hogy elérjük a szülést.